maton emlékeztünk meg az 1956-os októberi eseményekről. Nagyon sok munka és még több próba előzte meg az ünnepi előadás. Felvételt is készítettünk a próbákról. Október 23-én megemlékezést tartottunk a tornateremben. Lilla néni és Mérke néni készített a műsor. Szereplők: Németh Péter, 6. B-osztályos, Tóda Luca, Nemes Gabriella, Petko Cecília, Simon Sharon, 7. A-osztályos, Vala Dorottya, Orbán Bianca, Pap Nóra, Fekete Hajnalka, 7. C-osztályos, Bernát Tamás, 8. A-osztályos, és a 8. B-osztályból Kisfaludi Lilla, Szabó Szilvia, Horváth Dániel, Munkácsi Levente, Takács Mátyás, Budavári Ruben, Csizmadia Ádám, Máj Dávid, diákok voltak, köszönjük nekik! Nézd a fényt, ami csillan a jövő kapuján. Mennyi terv, mennyi ötlet, mennyi új tudomány. S ez a holnap már minden egyes emberé. Nincs lánc, nincs éjhalál. Itt a hídon a holnap, s kitárul a madár száll az égen, nincs több fal, barrikád. Tudjuk majd, mikor fenyeget a földrengés, hol támad szökön át. Mikor eljön a holnap, széles lesz a láthatár. Mikor eljön a holnap, hídra fel, megelőzzük a múj vízhang fele. Veled együtt a holnap kell, s az élen nem csak álmainkban szél. A gránát, soha több háborút, és a fényedre árad, mint az óceán, és száz hatát eklép. Mikor eljön a holnap, otthon lehet minden nép. Ez a híd, ez a holnap. Század, ami most közeleg a jövő kapujához, ez a hit, ez vezet, legyen nálunk a
az ember végre oly szabad, mint eddig még nem volt. És ha csak néhány napra is, de ki tudta vinni szabadságát. Kerül sor erre a nagyon színvonalas rendezvényre. Sokan versenyeztek az iskolai kimítudunkon, aki szeretne részt venni a városi versenyen jelentkezzen Lilla néninél. Jelentkezési határidő még ez a hét. Reméljük kellemesen szórakoztatok. 2 hét múlva újra találkozunk.